Érdemes-e klikkert beszerezni, vagy ez mással is helyettesíthető? Klikker. A klikker arra gondol, hogy olyan hangforrás, amely tanításra alkalmazható, akkor lehet ezt helyettesíteni mással is. Ez általában olyan éles hangot ad ki, amit akkor is hallanak a kutyák, amikor egyébként már a normál hallási tartományban gyakorlatilag semmit, vagy csak nagyon tompán hallanak. Tehát a süketség, általános süketség az a középső tartományban szokott, frekvencia tartományban szokott létrejönni. A mély, a nagyon mély, és a nagyon magas hangokat nagyon sokáig hallják még a kutyák. Az ilyen nagyon éles, csattanó hangot kiadó szerkezetek, vagy akár az ultrahangot kiadó szerkezetek, sípok, ezek a tanításra, illetve a közléshez is alkalmazhatók. Ha jól és gyorsan sikerül elsajátítani a kutyával, még abban az időben, amikor még más módon is érti a mi általunk közvetített óhajokat, kéréseket, akkor megszoktathatjuk és megtanultathatjuk vele ezeket az éles hangokat, össze tudja kapcsolni azokkal a parancsszavakkal, amiket korábban még nem süket állapotában értett, és akkor ilyen formában, időskorában, amikor teljesen süketté válik, akkor teljesen rá tud hagyatkozni már ezekre a nagyon magas hangot kiadó szerkezetekre. Ilyen formában ezek alkalmazhatók természetesen, és mással helyettesíthető, igen, mondjuk az ultrasíppal.